Hét mindenkinek, sziasztok srácok! Ez egy olyan videó, hogy csak egy meccs lesz benne, ki jött a Brawl Talk, nem tudom ki látta, hát én nem vagyok megelégedve, hát az, hogy visszahoztak a szerencsét, az okés, de a másik része az nekem nem annyira tetszik. Tehát az a karakter, az új karakter, az kicsit sem jó, csak az a hotdogos viszont nekem best. Szóval kb. Annyira tetszik, mint Hank. Nagyon. És akkor lesz videó. Csak ma már nem, mert éppen 0 óra, 07 perc van, szóval ezt a meccset lejátszom, és ez csak egy ilyen rövid videó akart lenni. Szóval már élfél is elmúlt. De hát igazából nekem már majdnem mindegy, mert szünet van. Csak győzzük le a boss-t, azt az öklös Matyit. Öklös Matyi, ó, hát nagyon kapja. Jaj, ne. De fagyaszódik is, meg nem is a medvét szedi. A medve, az szedi őt konkrétan folyamat. Jó, fagyjál le. Fagyaj, agyfagy. Meg fogsz fagyni. Lefogy az agya. Ó! No. Ez nem jó. Úristen, 7800-at sebeztem. Bele a boss robotba. Ne, pont meghaltam, hát ezt nem hiszem el. Az első szintet kivittük, majd a másodikat kiviszem. Aztán ennyi. Mert csak már Henkel kell ölnöm enemiket. De akkor ne Henkel jöjjünk, hanem akivel sebezni kell. Kivel kell sebezni? Mondjuk ez napi. Kivel kell sebeznem? A Grommal úgyse fogok sebezni. Vagy Penny. Utálom ezt a karaktert, de akkor inkább Salty Barrel, nem Thirsty Spike lesz, mert a Salty Barrel-lel több sebzést tudunk bevinni. Jaj. Na hát nem akarja betölteni. Na végre már talált még egy embert. A kettőből sikerült. Volt egy alapból. És akkor még az másikat is ki kellett találni, mert ugye én alapból benne voltam a lobbyban. És akkor így tudjuk damage-elgetni, így, hogy elérni. Jaj, olyan szar helyen van, hogy pont... Jaj, de jó. A legrosszabb helyre raktam le, srácok. A legrosszabb helyre. Hozd már ide. Hát sokat ért ez a gadget, ez kellett, mint szar a zsebbe. Hát, nekem ma nincs jó napom Pennyvel. Mondjuk egyik nap se jó nekem Pennyvel, mert utálom. Persze itt a muskétás az már szedi. Na, boxos Jani. Nem, ő nem az. Ő az ököl. Ököl bocsinta. Na, végre, gyere! Ide gyere már! Jó! Jó, hát ez nagyon sokat sebzek. Hát ez tuti meg lesz a kövi meccsből. Csak ezt a pár meccset gondoltam. Oké, még azt is én vittem be damage-ként. Nyilván a Lou itt a damage dealer-ként a legjobb, hát a Piper az nem hinném, de szerintem én a második helyen díszelgek. A háromból. De Istenem, persze még a robot is. Rám jön a muskétás. Majdnem megöltem, hogy a muskétás. Úgyhogy amúgy nem szabadna neki megölni nagyon.
Úgy a kanonom mit csinál? Miért nem támadja a boszt? A kanonom az eltévedt, vagy nem tudom. Ennyi csak a hatótáva. Hát jó, lerakok oda egy újat, mert... Jaj, tesó. Jó, 8%. Még ezeket én akarom bevinni. Jó. Szerintem én is öltem meg. Most az utcsó meccs, mennyit sebeztem? 105 000-et sebeztem. Ez elég sok, szerintem. Ezt ki lehet farmolni. Szóval ezt én díjazom, ezt a boxrend, vagy hát, hogy nagyjából visszahozták a szerencsét. Tehát a boxok, azok igazából ugyanúgy nincsenek bent. Szóval ez nekem nem a régi, de legalább van valami szerencse. Cucc és a játékban, szerencsejáték, ZRT. Ami jó, csak nem mindig. Pont az a játékos társam neve, hogy jó, amit Y-O, jó. Azt mondom én erre, hogy jó. Ide lerakom, az úgy dimidzselem. Ez a gadget, ez buffolva lett, vagy mi? Vagy mi az nörfölve lett? Mert nem ennyit sebzett szerintem régen. 916, hülye vagy? Vagy 2000-eket sebzett? Jó, az meg szerintem semmit nem csinál. Jó. Hát az itt dimidzselgeti boszt. Így randomba. Hát elég randomba. Én is támadom. Éljük túl, jó. Túlvészeltük, nem véreztünk el, de hát majdnem meghaltam most. Ez akkor történik, hogyha bárki nem csinál semmit. De végül újra érett a ló, a megmentő. Expertem már egy nehezebb Pennyvel, meg két hülye csapattársal, de egyébként még ez is viselhető. Ó, pont a kanonom. Ú, mi ez a fájdalom? Várjatok már, mi ez? Jaj, a turretemet is leszették, vagy mi az kanonomat? Az ágyumat, hát mindjárt itt elvérzünk, még 10 másodpercig bírja már ki a ló, mert a Barleyért inkább nem imádkozok, ő úgyis meghal hamarabb. Még így is többet sebzek, mint a gadgettel. A gadget az csak meghosszabbítja a range-et. De ez valamikor többet sebzett, hogyha ugye tovább pattan a damage. No! Jó, lelőttük. Ennyire vagyok OP playerben, éve, hogy meg kell álljak. Ezért őt utálom talán a legjobban. Jó, most fagy. De az jó, nem? Na most miért nem kapott sok damage-et? Jó, már csak 24%, de még elvérezhetünk, hogyha ez a hülye Barleyt meghal. A ló, hát az nem, tehát az is most veszélyben van, azért a hülye Barleyért. Most már tényleg a Barleyért imádkozok, mert ő meg nagy vízben van. Most már biztos, hogy nem halunk meg. Ha csak a Barley nem halt meg, mert akkor viszont nagy veszélyben vagyunk. Hát de jó. De jó vagy, fiacskám. Persze még azért zúzódjál el, nehogy véletlen itt maradjál, hogy se veszhessünk is valamit beléd. Jó, persze mellé lőttem, mert már felkészültem, hogy el fog menni, mint ahogy szokott. Lőj már bele egyet, azt már lefagyna. Jó, megint ledobta az ultiát, megint támad 30 000 HP, és innen már zsebünkben van. Ez a win, ez már megvan. Ezt már az nem hozza, aki fogyatékos, vagy nem tudom. Ezt már... Jó, mondjuk meghalt a Barley, szóval azért fosni lehet. Csak azért ezt pakoljad le, mert nem akarom, hogy ebbe dögöljek meg a végén. Ja, csak a Barley is meghalt, én is veszélyben vagyok, meg a Lou is. De végül a Lou átvészelte, megnyerte, ő lesz a star player. Ja, mondjuk itt nincs star player, de 27 000-et sebeztem csak. Még nem biztos többet sebeztem, csak hát most
hova írja ki. Nem tudja kiírni sehova. Na, és akkor itt revárdok közül már kettőt is összegyűjtöttem, nem? De jó, hogy 285 ilyen genyót kapok. Egymás után. 65-ös most gyűlt ki, a 66-os az meg itt van. És 2000 coin van a végén, ne szopas. Most már nincs olyan, hogy pinback. Vagy hát lehet, hogy van. Már venni se lehet a shopban, meg a izén sincs a best végén, szóval... Miért Pennyvel jöttem, baszki? Hát ezt most végig kell baszakodnom ezt a meccset. Halljatok már meg! Vagy gyorsan szedjétek le, vagy halljatok meg, mert... Hogyha én vagyok egyedül, akkor ne, hogyha én vagyok egyedül, ne haragudjatok meg, én meg fogok dögleni direkt. Mert ezt én nem így akartam. Na nézzük, mennyit seb ez a bosszra, vagy erre a boxos Janira. Hát azért sokat sebzett. Na jó, ezt akkor már szedjük le, de hát most ezt figyelhettünk volna, hogy ne rossz. Na most például sokat sebeztem. Ne! Jó, még pont nem haltam meg. Most már igen. És a kanonom, nem, a kanonom még él. De az, hogy hotdogot dob az új karakter, tehát az nekem nagyon bejön a karakter kinézetre is, de az, hogy újra élet, hát hagyjad már instant win mindenki ellen. Olyan, mint Jackie, nem sebes sokat, nagyon gyenge, de hogyha újra élesz, hagyjad már, mi az? Pokémon Go? Még nem tudom, mi az a Pokémon Go, szóval inkább pussolok. És kurvára nem is érdekel. Ne! Kanonom! És már gadgetem sincs a francba, azzal sem tudom védeni magam. Jó, most elfog... Igen, azt hittem most elultizik azzal a szarral. Hogy elmegy olyan messzire, mert akkor ilyet szokott, így indokolatlanul random. Jaj, 3000-et sebez már, hát itt szerencsé, hogy nincs Furious. Szépen kiverjük a fogát, amint a fogát, nem mást. Ajaj, na hát ezt most már végigvisszük, nem fogom 37%-nál hagyni magam most már. Hát, köszi. 350 HP-je maradt a turretemnek. Hát ez nagyon halálos itt már. Bárki belelő. Pusztulat. Jó, hát fel kell töltsük egy új ultit. Most nem jön ide pont senki. Majd akkor fog, mikor... Na, már megint megdöglött a csapattárs. Szuper. Majd akkor fog jönni robot, mikor eltakarodok innen. Na jó, hát ezt én nem már... Aha! Hogy halt meg ő is? Hagyjad már! Mikor éled, ez szaros? De szarrágó! Ne hagyjál! De miért hagyja magát? Jó, én is akartam az elején, de hát most már azért ne. Most már észbe kaptam. Ne! B plusz. Hát pont eltalált az a szar. És ez így bitél a leglassabb karakter. Át veszteni fogunk. Hú, de ügyes vagy, bazd meg. Jó, ez az utolsó kör. De komolyan ez az utolsó. Boss fight az maradhat, csak én a Pennyt nem preferálom, szóval átnézünk máshova. Questek. Na, komolyan. Na, kivel kell dimidzselni? Hát, Griffel meg Grommal úgyse fog most dimidzselni. Most komolyan? Grommal. Hát ez egyértelmű, mert Grommal sose dimidzselek. És most annyit 100 000-et biztos, hogy fogok.
mondjuk utálom Gromot, és nem is tudok vele játszani, de hát Bulmer, meg Delilah, hát hülye vagy. Miért tankokat hoznak? Inkább ide távolságit kéne. Mármint, hogy tankolni lehet, csak ne úgy tankoljál, hogy csak közelről tudsz sebezni, mert én nem érsz vele semmit. Igen, persze játszani ezt meg kéne tanulni vele. Játszani ezt nem tudok vele, csak így menőzni, önzőzni, nem tudom. Tehát olyan, mint Dynamite, hát nem olyan, tehát dobálós, mint Dynamite, csak rohadtul nem olyan játék, mert Anikáj meg lassabban is támad, meg többet is nem többet sebez, nem mondanám, szerintem kicsit gyengébb, mint a Dina. És ilyen, tehát keresztbe sebez, nem egy fix ponton. Jó, az is kész lett. Jó, hát ez itt már azért elég sokat fog sebezni, nem hinném, hogy olyan keveset sebeznék. Hát nézzétek már meg, ha most is sebeztem, vagy 500 000-et. Aha, francokat, vagy kiderül, hogy 10 000-es sebeztem az egész meccsben. Bazd meg! Ez gáz. És persze, hogy 2009-et sebez. Persze, hogy lassabb vagyok. Mert miért lennék egy centivel gyorsabb? Egy kis pici centivel, egy milifarki centivel. És persze, hogy pont. Ez ki van számolva így egyébként? Pedig már annyit sebeztem, csak elbuktuk. Csak elbasztuk. De várjál, már nem is nyerni kell. Elég csak sebeznem, mindegy, hogyha nem nyerek. Csak az a lényeg, hogy sebezzek sokat a bossba. Igazából az nekem már tök mindegy, hogy vesztünk. A végén is elbaszhatjuk. Hát mondjuk azért nyerni is kéne, mert arra is van questem, ugye. Boss fight különleges quest, ami 3 hetente van, szóval azért nem mindig. Szóval, ja. Nem is sebzek sokat, de hát azért nyerni is kéne, de sebzés a fő cél. Tehát, hogyha itt elrontjuk, akkor igazából nem fogok sírni miatta. Nyilván nyerni is jó lenne, de most a sebzés az első fő pont. És az lenne a jó. Jaj, ne! Hú, majdnem megvoltam. Ne, Wifi! Takarodj innen! Takarodj a számból! Haha. Jó, nem vagyok amúgy toxik. Ó, nem! Á, nem vagyok toxik amúgy. Á, nem. Á, nem vagyok toxik. Nem. Á, dehogy, miért lennék? Össze-vissza forgok közben. Boj, te meghalsz? De miért 2 lövés ez a szar? Miért nem 1? Ja, mert még nincsenek a cube-ok. Amúgy is nem sebzek annyit, ez a válasz. Jó, most nem nyomom el a gadgetet, mert lehet, hogy egy kis faszra nyomja arra, a boxos Jánosra. Ócsó Jánosav. Jaj, ne! Jaj, már azt hittem, hogy ide fog jönni. Ezt most miért csináltam amúgy? Azt hittem, hogy ide fog jönni, de miért dobtam hátra random egy izészart? Hops, no way. Boys. The guys. Hagyjál már békén. Hagyjál már békébe. Hagyjál már békébe. Oké, és
Kopjad, de más. Hát persze. Jó, éljétek túl még 18 másodpercig. Mondjuk nekem tök mindegy, ha vesztünk, szóval igazából oda is mehetsz, azt lehetsz kamikáze. Te fogod beszokni. Engem nem szivatsz meg, mert én nem a nyerésért jöttem, hanem a sebzés miatt. Igazából a damage a lényeg nekem. És ma a Daryl az már megint halott, persze. Az MZ egy pillanatra úgy élt, hogy nem élt egyik társasa, viszont most már megint nem él egyik társasa, és miért erre jön? Mit csinál? De hova megy? Jó, jó, jó irányba mész. Jó, 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 mindjárt éled a Daryl, már csak 2 másodperc. Jó, élet a Daryl. 5 másodperc. Jó, ez még meg lehet ez a meccs, csak olyan stabil a csapatunk, mint a magyar forint. Olyan jó a keret. Olyan jó a keret, mint a magyar kormány. Micsoda? Olyan jó a keret, mint a magyar kormány. Micsoda? Mármint köhögnöm kell, bocsánat. Jaj, ne! Ne, de szutyok fejűek is jönnek ezért. Persze, pont le fognak lőni. Én nem, megvédtem magam. Hogy? Hogy ilyen agresszív ez a kis sisakos hülye gyerek? Hogy ilyen agresszív ez a karakter? Ez egy nagyon agresszív karakter. Most jövök rá. Amint eddig is mindig ő ölt meg showdownba, de hogy showdownba, hogy ilyen erős, meg hogy mindenben olyan erős szinte. Valahogy mindig, minden tizedik napom, tehát minden játékmódban látni néha azért. Főleg showdownban sokat. De showdownban még nem is a legjobb, sőt nem is mondanám, hogy kifejezetten jónak, csak sokan hozzák be, mert jók vele sokan, persze én nem. Már rég megvan, challenge-ből szerezték meg. Nekem úgy nem sikerült, hogy újra vettem a lehetőséget, mondtam, hogy holnap lejátszom, és mire holnap ráébredtem, hogy le kéne játszani, kiment a challenge. Szóval egy 10 gevet arra pazaroltam el, hogy plusz, tehát hogy még látszottam egyet, azt ellúzoltam, és még volt egy lehetőségem, vagy lehet, hogy még volt 2 lehetőségem, amit megvettem, aztán nem használtam ki, szóval tök feleslegesen vettem meg, amíg meglett a challenge. Szóval ez a videó ennyi lett volna, srácok. Hát az én viszonylatomban ez egy rövid videó, de amúgy meg kurva hosszú lett. Szóval nem bofázok inkább, nem ugatok. Sziasztok! És meglett a 15 000 coin. Juppi!